Hát Gulyás Márton elég rossz hangulatban van, és ráadásul ez még csak valószínűleg fokozódni fog, azt írta ma egy oldalra, hogy végül pártok nélkül kényszerülünk demonstrálni október 23-án, mert hogy az LNP és a Momentum után kiszállt ma estére az Együtt és a Párbeszéd is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket! Hát most akkor hányan vannak pontosan, akik elvileg még ott lesznek ezen a demonstráción október 23-án a Kossuth téren? Tehát az mi eredeti koncepciónk és vállalásunk arról szólt, hogy az a 8 párt, akik konszenzusan megalkották az új választási törvényt, választási rendszert és ahhoz tartozó törvényeket, hogy velük együttesen szerettünk volna az igazságos hatalomgyakorlás érdekében demonstrálni október 23-án, mellett civilekkel, egyéb mozgalmárokkal, más politikai szervezetekkel együttműködésben álltunk volna ki a színpadra. Miután ugye a tenapi események folyamán ez az egység ez megszűnt, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor mi nem akarjuk egy részét csak a pártoknak kiállítani a színpadra, hanem továbbra is azon dolgoznánk, hogy ez a konszenzus esetleg más ügyekben is meg tudjon majd képződni. Ugye az nagyon fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyébként ezek a pártok ne támogatnák továbbra is ezt a választási koncepciót, továbbra is támogatják, jövő héten ez beadásra kerül majd a parlamentbe, és onnantól kezdve az országgyűlésen a felelősség, hogy ezzel mit kezd. Valószínűleg az van, hogy a pártok úgy értelmezték ezt a közös színpadraállást, hogy akkor itt most nagy ellenzéki összeborulás lesz, amit viszont régóta deklaráltan a többségük nem akar. Nem itt van a félreértés? Én beszéltem ugye mindegyikkel személyesen, nyilvánvaló, hogy ez nem egyfajta választási együttműködésre való elköteleződésről szólt volna. Ez arról szólt volna, hogy 2018-ban lesznek választások, a választásokon lehet egyébként azt a változást kieszközölni, amire ez az ország vár, és ezek a pártok ennek a változásnak az eszközei. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar társadalom ne idegenedjen el ezektől a pártoktól, tehát hogy igenis vegyük tudomásul azt, hogy ha a mostani hatalomgyakorlást igazságtalannak és elviselhetetlennek tartjuk, akkor bizony az ellenzéki pártoknál kell keresnünk erre a megoldást. Mit mondtak önnek? Hogy miért nem állok oda vele, meg vele egy színpadra másfél órára? Ezt tőlük kell szerintem megkérdezni. Én erre nem tudok válaszolni. De elmondták önnek. Valamivel nyilván indokolták. Én szerintem meg kell tőlük kérdezni, és egyébként azt gondolom, hogy neki kell erre válaszol szolgálni. Hát Ungár Péter például ma itt a híradónkban is láthatták a nézők, hogy azt mondta, hogy aki Gyurcsány Ferenccel egy színpadon áll, az nem az Orbán kormány leváltásában érdekelt. Ez volt az érv. Én azt gondolom, hogy ez a közös demonstráció nem arról szólt volna, hogy bármilyen módon egyébként egymás politikai ideológiáját, szakpolitikai irányvonalait, vagy bármi más egyébként azzal a közösséget vállaltak volna ezek a szervezetek, vagy ezek a pártok. Ez arról szólt volna, hogy egyébként az igazságos hatalomgyakorlás érdekében tudnak közösséget vállalni, és az ehhez szükséges lépésekben tudnak közösen lépni egyet előre. Ez nem jelentette volna azt, hogy akkor onnantól kezdve közös listát állítanak, vagy bármilyen más módon. Akkor ezt lehet, hogy önnek nem sikerült elmagyarázni jól nekik, nem? Simán el is elképzelhető. Igen. Ugyanakkor ezeket a szavakat használtam minden tárgyaláson, tehát hogyha most egyébként sikerült ezt átadnom önnek, és azt mondja, hogy ezt a tévénézők is megértették, ezeknek a pártnak a képviselői meg abszolút magasan képzett és intelligens emberek, tehát valószínűleg ők is pontosan megértették. Csalódott? Szerintem mindenki csalódott, mert hogy alapvetően az van, hogy ebben az országban borzasztó nagy vágyakozás van arra, hogy végre legyen már valami, ami egyébként ezzel a kisebbségben lévő, viszont túlhatalmat birtokló hatalommal szemben megképződik, hogy végre ne arról szóljon az ellenzéki politizálás, hogy ki kivel nem képes egyébként együttműködésre, ki kivel nem képes ilyen vagy olyan okokból egyébként bármifajta közösséget vállalni. És azt gondolom, nagyon biztató volt az, hogy ez a 8 párt igenis közösséget vállalt az igazságos választási rendszer kialakításáért, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés, ezt a konszenzust mi szeretnénk körülni, és ebben továbbra is számítunk a pártokra, és én nagyon bízom abban egyébként, hogy azért legyen valami pozitív kicsengése, én nagyon bízom abban, hogy ez most csak egy ideiglenes visszahúzódás volt, és igenis lehet majd találni újabb ügyeket, amelyben együttműködésre fognak lépni. Csak egy utolsó mondat, mert ez nagyon fontos, hogy ez a választási koncepció, amit ők elfogadtak, az alapvetően egy arányos rendszer. Ami arányos rendszer, hogy azt jelenti, hogy nem lesz egyetlen párt, amelyben kormányzó erőként fölép, hanem mindenképpen kormánykoalícióra fogja kényszeríteni ezeket a pártokat. Tehát ezt az együttműködést érdemes már idejekorán elkezdeni gyakorolni, hogy nem majd a parlamentbe döbbenjenek rá arra, hogy egyébként egymásra vannak utalva. Különbségek ide, különbségek azt oda. Azt az apróska feltételt ne felejtsük el, hogy ha a Fidesz ezt támogatja, amit nem fog. A Fidesznek mérlegelnie kell a felelősséget, hogy fenntartja azt az egypárti választási rendszert, ami brutálisan igazságtalan, és ami egyenlőtlen versenyfeltételeket pont teremt. Pont jó neki egyelőre. Amit pont jó neki egyelőre, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy idővel rá fog égni ennek az egésznek az ódiuma. Az ellenzéki pártnak meg azt kell mérlegelniük, hogy valóban elszántak-e abban a küzdelemben, hogy ezeket a feltételeket megváltoztassák. Egyébként, hogyha ők azt szeretnék, hogy külön-külön tudjanak megmérettetődni és külön-külön tudjanak indulni, akkor pont egy arányos választási rendszer sokkal jobb versenyfeltételeket kínál a számukra. Ha most nem menjünk bele, hogyha most tényleg bőfél évvel a választás előtt az egész rendszert átírnánk, és a választókerületi határokat 4%-os küszöböt javasolnak, hogy ez mennyire lenne belakható
ilyen rövid időn belül, mert ennek a realitása azért most tényleg nincs közel. De az viszont realitásnak tűnik, hogy október 23-án a Kossuth téren ott lesznek önök, és mondjuk egy olyan 2-3 kilométer sugarú körben a különböző ellenzéki pártok itt-ott demonstrálnak. Mi fog önöknél történni? Ugye az nagyon fontos, hogy a demonstrációt ettől függetlenül megtartjuk. 16.30-tól a Kossuth téren a Közös Ország Mozgalom szervezésében több más szervezet is fog csatlakozni, hogy csak más nem mondjuk, például Törlé Kata is fel fog szólalni nálunk, vagy például Varga Andrea, aki a miskolci tüntetéseken vetette észre magát, és nagyon fontos érdekvédelmi munkát végez. Az elkövetkezendő napokban ismerté fog válni majd az a névlista, akik egyébként felszólalnak ott. Itt alapvetően az igazságos hatalomgyakorlás érdekében fogunk felszólalni, és azt fogjuk elmondani, hogy mik azok a változások, amelyek szükségesek lennének 2018 áprilisában ahhoz, hogy az ország végre egy igazságosabb hely legyen, ne csak a kiválasztott keveseknek, hanem 10 milliónyunknak együtt közösen. És akkor végre lehull a lepel a polgári engedetlenségi akció mibenlétéről is. Ugye a héten egy beadásra kerül majd ez a választási törvénytervezet, egy konkrét kodifikált szöveg. Tudjuk, meg kinyújtja be? Ezt még nem tudjuk, de ez is el fog dőlni. Az biztos egyébként, hogy mindegyik parlament, tehát mindegyik párt, melyek parlamenti képviselete van, az támogatni fogja majd ezt. Uh-huh. És akinek nincsen parlamenti képviselet, az meg arra köteleződött el, hogy kívülről fogja ezt támogatni. Hogy hogyan alakul innentől kezdve a sorsa ennek a törvénytervezetnek, hogy rögtön lesöplik-e, vagy különböző ilyen technikai jellegű időhúzásokkal próbálják hátráltatni azt, hogy tárgysorba kerüljön, ezt meglátjuk. Mi azt mondtuk, hogy akkor kezdünk polgárengedetlenségbe, hogyha azt látjuk, hogy a parlament abszolút elzárkozik a konstruktív vitától, addig pedig nyomásgyakorlási célzattal fogunk akciókat kezdeményezni, már konkrétan október 23-án. Tehát van egy polgári engedetlenségi fázis, és van egy nyomásgyakorló fázis. Pontosan. És milyen az a nyomásgyakorló fázis? Akkor kezdjük az elejétől. Ez október 23-án este mindenki számára ki fog derülni. De valami látványos akciót kell elképzelni, nem tudom, legugolnak a mozgó lépcsőkön, nem hagyják a buszokat elindulni. Az látványos lenne, hogy ugolnak a mozgó lépcsőkön? Nem, most eszembe jutott valami, aztán biztosan nálam sokkal kreatívabbak ebben. Nyilván a Gellért Hegyet nem fogjuk elhordani a hátunkon, tehát aki ilyesfajta elvárásokat támaszt a mozgalommal szemben, az tévúton jár. A mozgalom arra törekszik, hogy azt a párbeszédet alakítsa ki, követelje a hatalomtól, amely ezt következetesen negligálja. Itt született egy 8 párti egyeztetéssel létrehozott törvényjavaslat. Ha erről nem tárgyal hatalom, azzal magáról állít ki egy bizonyítványt, és ha emiatt mi polgárengedetlenségre kényszerülünk, az nem minket fog minősíteni. Mennyien fognak ehhez csatlakozni? Tehát, hogy a mozgalmon belül már tud egy létszámot, hogy na, ők biztosan benne lesznek, és egyébként esetleg a pártok tudnak arról, mire készülnek? Ezek hónapok óta előkészítés alatt álló tervek és akciók, amelyre pont az a lényege, hogy mivel maximálisan erőszakmentesek és maximálisan békések, tehát sem tárgyban, sem ember életben semmifajta kárt nem lehet velük okozni, még csak véletlenül sem. Éppen ezért ezt egy nyilvánvalóan nem nagyon széles körben szervezzük meg, hanem olyan emberekkel, akik nem... Szupertitkos most röviden. Nem, szuper biztonságos, tehát pont az a lényege, hogy véletlenül is eszkálhatasson egy olyan helyzet, amely mondjuk a kontrollunkat nem bírja. Éppen ezért fontos az, hogy ezeket célzottan, tervezetten és nagyon nagy fegyelmezettséggel kivitelezzük. Ezekben reméljük, hogy inspiráljuk majd más polgártársakat is, akik az adott esetben saját akciókat kezdeményeznek, azért vagy máshoz csatlakoznak. Azért jól rá lehet majd fűzni a kormányzati kommunikációt, hogy itt a sorosisták zavart próbálnak kelteni. Hát egyrészt én nem vagyok sorosista, kettő, a zavarkeltés hát a nem tények mi. Tények nem mindig zavarják a kormányzati kommunikációt. De akkor attól még nem biztos, hogy át kell vennünk az ő szólamaikat. Kettő pedig, hogy mi nem a zavarkeltés, hanem pontosan a konszenzuális demokráciának a kiépítésére próbálunk egyébként lépéseket tenni. Ha ezt a Fidesz zavarkeltésnek minősíti, azzal csak magáról állít ki bizonyítványt, és én csak arra kérek mindenkit, hogy véletlenül se vegyük át az ő szólamaikat. Ha ők zavarkeltésről beszélnek akkor, amikor egy polgári kezdeményezés próbálkozik valamilyen módon a demokratikus viszonyoknak a fejlesztésében előrelépni, akkor az pontosan mérlegeljük is pontosan értsük, hogy miről szól, arról, hogy a Fidesz megtagadja a demokratikus minimumokat ebben az országban. Szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy mit fognak 23-án kitalálni, de akkor kiderül. Október 23-án várjuk őket 16.30-kor a Kossuth téren. Köszönöm szépen, hogy itt volt.